Mindennek megvannak a maga hátrányai, a koncentrációnak is. Nem csak az a baj, hogy amíg ezt teszed, nem tudsz másra figyelni. A fókuszálás egy olyan folyamat, amely a környezetből táplálkozva koncentrálódik egy pontra. Addig, amíg ezt teszed, tudnod kell, hogy később valakinek a környezettel is foglalkoznia kell. Teljesen jól érthető ez, ha látjuk a természet körforgását a növényeknél. Amikor növekszenek, akkor nagy energiával szívják magukba a tápanyagot a környezetből, majd később fokozatosan visszaadnak magukból, hogy újból legyen lehetősége valakinek növekednie. Van ennek egy ellentéte is, amikor valami hosszú távú koncentrálással ad le magából, későbbiekben szüksége lesz táplálkozásra. Ennek egy jól érthető példája a sporttevékenység. De mi a helyzet a szellemiségünkkel? Kaptam egy olyan élményt, ami kinyitott számomra ablakokat, ajtókat. Valakinek nem kellettek a komoly zenei koncertjegyek, mi viszont értünk a lehetőséggel. Ahogy az előző videóban már említettem, nagyon sok olyan feladatom van, amelyekkel behúzódok a számítógépemhez, és megírok különböző jegyzeteket, megpróbálok a jövőre koncentrálni, és megpróbálom kitalálni azt, hogy majd mik lesznek, és ebből kialakítom különböző tematikákat, terveket. Az ilyen folyamathoz erősen kell koncentrálnom, és nem nagyon figyelek a környezetemre, megpróbálok ignorálni minden olyan impulzust, amely eltérítettől. Természetesen az is hozzátartozik ehhez a munkához, hogy inspirálódnom kell azokba az irányokba, amelyeket ebben az évben viszont szeretnék látni magamtól. Viszont ezek az inspirációk is leszűkülnek azokra a témákra, amelyeket éppen most megírok, vagy éppen most át kell élnem, hogy majd a jövőben a gyakorlatban megvalósítsuk. Az igazság az, hogy már nagyon besültem a saját környezetembe, és már régen nem ért olyan impulzus, amely szélesebb spektrumú életet tesz lehetővé számomra. Régen biztosítva volt legalább az, hogy évente háromszor ellátogattam Boris Zolotovtól, és ott elegendően feltöltekeztem ahhoz, hogy friss gondolatokkal új módon tudjak hozzálátni a következő feladatokhoz. Azokban az időkben rengeteget utaztam, és a környezetváltozás, illetve a külföldön más területeken ért különböző kulturális események szintén felfrissítették a gondolataimat. Mindig kerestük azokat a lehetőségeket, amelyek új élményeket adnak. Külön figyeltem arra, hogy a testem megkapja a különböző élményeket a különböző sportágak élésével. Nagyon fontosak voltak a pozitív érzelmi impulzusok, a család és a barátok részéről kaptam leginkább, és amennyire csak lehetett, részt vettem különböző kulturális eseményeken is. Volt olyan év, hogy megvettem az összes színházjegyet, mert általában, amikor kiderült, hogy ráérek, addigra már nem lehetett kapni semmit. Nyilván nem mentem el mindegyik előadásra, hanem azok, amik érdekesek voltak, azokra vettem 10 darabot, amelyek nem voltak annyira érdekesek, így a leírás vagy a címe alapján, azokra vettem 2 vagy 4 darabot. Amikor eljött az előadás ideje, akkor kiderült, hogy ráérek vagy sem. Ha ráértünk, akkor elmentünk magunk vagy többet magunkkal, volt jegyünk, hiszen előre megvásároltam őket. Ha pedig nem, akkor szétosztottam a dolgozóim között, úgy vettem, hogy adok élményeket mások számára, és közben támogatom mondjuk a színházi életet azzal, hogy vannak előre megvásárolt jegyek. Jelenleg nincs ilyen, mert nagyon kevés az az időpont, amikor nincsen szeminárium vagy bármilyen más programom. Este végre kiöltözhettünk, elmehetünk egy gyönyörű szép épületbe, intelligens embereket hallottunk nagyon szépen beszélni, és olyan művészi előadási élménybe volt részünk, amelyben ritkán. Az a helyzet, hogy a Zeneakadémián szerintem én gyerekkoromban voltam utoljára, nem igazán vonzott az, hogy komoly zenei koncertre menjek. Elsősorban az volt az oka, hogy akkor, amikor az embernek nincsen ideje, és végre akad egyetlen szabad estéje vagy délutánja, akkor pont az fogja választani, amire a leginkább vágyik, és a sorban hátrébb lévőket nem fogja választani. Nem mintha nem szeretném a komoly zenét, de nincs meg hozzá a megfelelő műveltségem, és ezért nem feltétlen ez az, ami rögtön kikap. Most viszont, mint egy megváltás ömlött belém a kultúra, és töltött fel megállíthatatlanná. Este, amikor visszaértünk, akkor láttuk, hogy a kutyák megint széttéptek egy párnát, tetézve ezzel a reggeli bűnüket, amikor leették a szigetelést a házról. Ez egy kicsit megtorpantott. Na de mindegy, nagyon jól esett újból inget felvenni, amikor már hónapok óta mackóban próbálom megváltani a világot. Kell az elmozdulás, a másoktól kapott gondolatok, amelyeket teljesen jó érzése be lehet fogadni. Szóval kinyíltak az ablakok, ajtók, időnként ki kell szellőztetni. Ha te is nagyon elfoglalt vagy, akkor ismerj meg, vagy válasz olyat, amit nem elsőnek választanál akkor, amikor kikapcsolódni szeretnél. Felfrissültem, lehet dolgozni. Ne lepődj meg, hogyha a holnapi vlogban ugyanebben a pólóban vagyok, mert a mai napot a holnapi nap vettem fel.